Sziasztok, jó reggelt, jó napot! Itt vagyunk a Budai Várnál, a Budai kazamaták bejáratánál, és én hoztam nektek egy újabb történetet, egy újabb sztorit, illetve amit lehet itt majd bejárunk a Budai Várnegyed, a Halászbástya alatt, Halászbástya környékén. Egy nagyon érdekes történetet szeretnék megosztani veletek, és természetesen ez a történelem témához, amiről a csatornám szól, illetve a kazamatákhoz, alagutakhoz nagyon is csatlakozik. Én Kessler Hubert könyvét szeretném nektek ajánlani, ami egy 1961-es könyv, és az a címe, hogy Föld alatti ösvényeken. Kessler Hubertről azt lehet tudni, hogy a 90-es évek elején hunyt el, viszonylag idős kort ért. Meg 85 vagy 86 éves volt, amikor meghalt. Ő egy mérnök, nagyon komoly barlangkutató volt, karsthidrológus, illetve az országos forráskataszter alkotója, illetve egyéb iránt, aki barlangászattal foglalkozik, biztos, hogy ismert lehet a neve, ugyanis ő volt a Szemlőhegyi barlang felfedezője, tehát elmondható Kessler Hubert élet útjáról, élet történetéről, hogy egy nagyon érdekes és teljes kutatói életpályát futott be. Közben itt vannak ugye a turisták, és engem nem várt meglepetés fogadott, majd mindjárt mutatom nektek, itt egy kazamata bejárat, egy rács el van fordítva, úgyhogy én vállalva a rizikót, a kockázatot, én be fogok menni, ugyanis van nálam többféle erős elemlámpa, és az egyik pesti utamnak, vagy budai utamnak, itt vagyunk ugye a Budai Vár alján, az a célja, hogy ugye ezeket a sztorikat én igazoljam, vagy ahova ugye be lehet menni, oda én bemenjek. Na most ez egy nagyon érdekes könyv, amiről én hivatkozok, és én ezt szeretném nektek rekonstruálni. A könyvnek az a címe, hogy Kalandok a Budai Vár kazamatáiban, és ez egy 1930-as sztorit hoz fel. És én végig fogom nektek járni azokat a területeket, amiről ugye ez a Kessler Hubert, tudós, író, barlangkutató, általában ugye kutatói fantáziával, kutatói kíváncsisággal megáldott személy, ugye itt nektek ebben a könyvben ír. Több helyet be fogunk járni, nyilván most meg lesznek szakítva a videók, nem úgy, mint Egerbe, tehát nagyobb területet járok be. Az Úri utcába el fogunk menni, és ezeket a sztorikat én majd röviden fel fogom nektek olvasni. Bevezetésként annyit szeretnék felolvasni belőle, mint élmény adagolásként, hogy a Budai Vár környékének lakói már régen tudják, hogy ódon házaik alatt titokzatos alagutak, barlangok és pincék rejtőznek, amelyeknek azonban csak igen kis részét ismerik, mert mennyezetomlások és mesterséges elfalazások gátolják felkutatásukat. Legendák szövődtek a dísztér alatt lévő nagy föld alatti tóról, láncra vert emberi csontvázakról és messze, egészen a visegrádi várig terjedő folyosóról, melynek segítségével a két vár katonasága az ellenség tudta nélkül egymással kapcsolatot tarthatott. Na most nyilván én nektek az egész könyvet nem fogom, vagy a fejezet részt nem fogom felolvasni, viszont szakmailag, mert rögtön itt a videó elején szeretném kommentálni, mielőtt bemegyek ebbe a kazamata, nyitott kazamata bejáratba, úgyhogy itt vannak a turisták, de ugye itt majd felugrok, és akkor megnézem, hogy ez a alagút ez mentig vezet. Engem is nagyon érdekel, erre nem is számítottam. Szakmai hozzászólást szeretnék fűzni. Ugyanis a második mondat úgy kezdődik, hogy legendák szövődtek a dísztér alatt lévő nagy föld alatti tóról. Na most ugye erről a Budai Várhegységről tudni kell, hogy nagyon hasonló a geológiája, mint Egerben, tehát ugye ez egy mészkőre épült vár, és mivel a mészkő alatt a mészkő rendszerbe ugye a víz alkotó tevékenységet végez, így ugye ennek a mondatnak az első része nagyon is igaz lehet, tehát én nagyon lehetségesnek tartom azt, hogy itt nagy föld alatti
tavak ugye kialakultak, ugyanúgy, amit beséltem nektek a Balog-féle föld alatti víztárolókról, ugye az Egri vár alatt, ott is ugye ott daráskő van, az is mészkő, csak az forrásvízi mészkő, az is ugye ott a víz alkotó vagy romboló munkájának következményeként, ott is természetes járatok, barlangok alakultak ki, ugyanazon módon, ahogy a Kessler Hubert is, ugye ebbe az élménybeszámolóban ír, ő is háromsoros pincerendszerről ír, és akkor zárom a gondolatot, megyünk be ebbe, majd felugrok, mindent élőbe mutatok. És tehát van egy felső szint, ugye egy pincerendszerről ír, amit ugye a lakók használnak bortárolásra, vagy raktárként, van egy alsóbb szint, egy mélyalagúti rész, amiben ugye a Kessler Hubert annak idején bejutott, és van a legalsó szint, dettó ugyanolyan módon, mint Egerbe, hogy ezek a nagy mészkő természetes, tehát az már nem mesterséges járatok, hanem természetes, a víz alakította ki, mondom, ugyanaz a morfológiája, geológiája, mint Egerbe. Na most én mindjárt elrakom a papíromat, és most meg se szakítom nektek a videót. Fölvesszük a táskát. És remélem, nézzétek meg, erről a bejáratról beszélek, és remélem, hogy itt ugye nagy turista forgatag van, de hát ugye most ezzel mi nem foglalkozunk, és megnézem, hogy ugye ez a barlang, vagy ez a bejárat hova vezet. Felakadtam. Tehát elindulunk. Itt a halászbástya alatt vagyunk, és mondom, ezért jöttem fel Pestre, titokban bíztam benne, hogy lesznek ilyen eredeti bejáratok, eredeti alagút bejáratok, amit én erős fénynél meg tudok nektek mutatni, és ugye így végzünk egy visszautazást az időben. Na most úgy látom, hogy ez a járat ez idáig vezet. Igen, odáig van. Tehát ez egy betömt. Odáig vezet a járat. Láthatjátok, ha lenne, tovább mennék. Mert itt, na most ez egy évszázados alagútjárat. Pontosan erről beszél a Kessler Hubert ebben a könyvében, és mindjárt mutatom lefelé. Ennyit lehet látni. Ott szűrődik be a természetes fény. Titokban egyébként bíztam benne, hogy esetleg följebb tudok menni. Hát kúszni ebbe a ruhába nem ment, de kúsztam volna. De nézzétek meg, de ez külön izgalmat ad. Ugye itt szellőzők vannak. Hát ez eddig megy. Most vissza is megyek. A leereszkedést még fölveszem. Hát gondolom, itt budai hasonló érdeklődésű emberek azért évente egy-két alkalommal ezt a járatot meg szokták járni. Kikapcsolom. És nézzétek meg, ennyit lehet látni. Tehát ott a rácsot valaki annak idején elmozdította. Most kikapcsolom a kamerát, és hasonló járatok iránt majd itt érdeklődök, vagy szétnézek. Hát, ha még be tudok jönni.
A sztorit pedig olvasni fogom, és ezeket a járatokat, ami itt fellelhető, azt neked fel fogom venni. Hamarosan jelentkezem. Sziasztok! Ismét jelentkezem, ez így lesz összerakva ilyen darabonként a videó. Ugye nagy területet járok be, Egerben nem nagyon szoktam megszakítani, most meg lesz. Na most a Kessler Hubert, illetve a Balogh János pontosan ezekről beszél, úgyhogy itt a halásbástya alatt megfigyelhetitek, ugye a mesterséges kövezetet, a rakott téglát, és alatta itt van ugyanaz a forrásvízi mészkő, ami ugye Egerbe is, erről beszéltem. Ez nyúlik be több tíz métertre, ugye a halászbástya, illetve a budai labirintusok alá, és ez a harmadik szint, tehát a víznek az évezredes munkájának következményeként, ugye itt is láthattok ilyen mélyedéseket, kisebb alagutakat, nagyba, ugye ezek az alagutak a legmélyebb szinten, ahol valószínűsíthetőleg egyébként valójában tavas termek is kialakulhattak, ez megfigyelhető ott lent. Nem tudom, hogy történt-e modernkori kutatás ezzel kapcsolatban, aki itt ezekkel a témákkal foglalkozott, ugye én mondjuk országosan is, de főleg Egerben, a budai labirintusokról kifejezetten nem készítettem videót, akinek van információ, tehát a legmélyebb természetes, ezek már nem is pincék, nem is alagutak, hanem ezek ugye már barlangoknak minősülnek szakmai szempontból, azok kérem kommentálják már be, de ugye itt az egyik bizonyíték, egyik kő vagy kőzet kinövés, itt közvetlenül ugye a halászbástya alatt a egész budai hegység ugyanolyan mészkőből épül fel, a legalsó szint, mint ugye az egri vár alatti rész. És akkor megyünk tovább a sztorikkal, meg mondom, szétnézek, hát ha van még ilyen alagút, ahova be tudunk menni, mint ahova az előbb bejutottam. Sziasztok, folytatom a sztorit. Azt mondja, hogy már régen szemügyre vettem a halászbástya oldalában, a Toldi utca felől látható, 4-5 méter magasságban nyíló, lőrészszerű üregeket, amelyeket a vár alatti barlangrendszerbe vezető bejáratoknak véltem. A régi várfal köveinek hézagaiba kapaszkodva felmásztam az egyik ilyen nyílásba. És akkor itt írja le ez a kutató, hogy hogyan jutott be ezekbe a mészkő üregekbe. Kiárat célpontot ott nem határoz meg, de én megmutatom nektek, hogy mire gondolhatott, illetve itt is találtam egy bejáratot. Sőt, több bejáratot, nézzétek meg, ugye ott is, de ugye itt is látható egy ilyen bejárat. Ide most nem fogunk tudni bemenni, de ugye tőlem mindig ugye a csatornámnak is ez a cím, hogy furcsa helyek, tehát más szempontból nézem ezeket a... Na most ha például ugye ezért érdemes más szempontból nézni ugye ezeket a jelenségeket, amikről ugye a csatornámon tájékozódhattok, itt van egy ilyen, hát geológiai szempontból azt hiszem ezt úgy szokták mondani, hogy mészkő feltárás, ugye amikor megmutatkozik az alapkőzet, mészkő előjövetel, és például itt láthattok, tehát ilyen módon képződnek ugye repedések, hasadások, illetve a víz eróziós tevékenysége. Folytán ez egy hatalmas mészkő megmutatkozás, kiválás, tehát geológiai szempontból így néz ki, és aki ismeri a videóimat Egerben, pontosan ugyanilyen mutatom az ujjammal, tehát ez a forrásvízi mészkő, ugye egyrészt a víz, másrészt ugye a vízgőz, a meleg kipárolgások, de ott is lehet látni, hogy ugye milyen a víz, micsoda járatokat képes ugye kiválni ezekbe a mészkő alap, ez alapkő fekűnek hívják,
mészkő szempont, vagy geológiai szempontból. És én végig fogok menni ezen a részen, ahol a kutatótársunk 100 évvel ezelőtt ugye ezeket a részeket járta, csak ugye neki még akkor szerencséje volt, mert ugye ezek nem voltak zárva. És én próbálok nektek majd mutatni ilyen helyeket, illetve ahova lehet, majd be is világítunk. Sziasztok, szembe van a Mátyás templom, és most a Fortuna utcánál tartózkodunk, gyönyörű épületek találhatóak itt. Ez a Fortuna utca, illetve úgy látom, ez egy templom, itt jobb oldalt mellettem. Ez a Fortuna utca az érdekes, mert ide vezetett ki az egyik alagút, amiben a kutatótársunk annak idején az 1930-as években lejött. Olvasom a részt. Az említett felmérés alkalmával azonban olyan hosszú és nehéz utat tettünk meg a föld alatt, hogy örömmel köszöntöttük azt a nem várt gyenge fénysugarat, ami az éppen újonnan felfedezett folyosó végén ránk villan. Térképünk alapján hamarosan megállapítottuk, hogy a Fortuna utca tájékán vagyunk, és ha sikerülne a fénybebocsátó pinceablakon kimásznunk, akkor megtakaríthatunk egy több órás, fárasztó, föld alatti utat visszafelé. Most meg fogom nektek mutatni, hogy honnan jutottak el ide. Valószínűsíthetőleg ide ugye a Fortuna utca végéig, ugye ott van a Mátyás templom, hát pontosan arról a területről jutottak el oda több óra alatt, ugye itt a föld felszínén, ezt ugye néhány perc alatt meg lehet tenni, 2-3-4-5 perces sétákról van szó, de ezt én is megerősíthetem nektek, hogy a föld felszíne alatt ez jóval nehezebb. Sziasztok! Felfedező útunk folytatódik itt a Budai Várnegyedben. Ez a kis utca konkrétan semmihez nem kapcsolódik, de annyira hangulatosnak találtam, hogy ugye ez egy csendesebb kis utca, gyönyörű épületekkel, egy vékony kis átvezető utca, majd keresem a helyszíneket, ugye ahonnan majd a történetet tudom rekonstruálni, de ezt mindenképpen fel akartam venni nektek, ahogy itt sétálok, árnyas, ligetes, nézzétek meg, tehát itt a Budának, ugye sajnos már Buda is egy nagyon forgalmas terület lett, nagyon hangos terület lett, itt pedig ugye egyfajta időutazást élhetünk át. Ilyen lehetett annak idején, 100 évvel ezelőtt ez a környék, csendes, békés, és itt még ilyen elvetemült kutatók is folytathattak ilyen kazamata kutatásokat, mint szerzőtársunk. Sziasztok, itt vagyunk az Úri utcánál. Valójában a kalandjaink itt kezdődnek a könyv szerint, és olvasom nektek, hogy hogyan jutott le abba a bizonyos mesterséges alagút hálózatba könyvünk főszereplője. Hol van tehát a keresett folytatás? Megint becsaptak. Elkeseredetten, már szinte gépiesen lapáltolt tovább a pince aljáról a szemetet, amikor tekintetem a törmeléktől megtisztuló pince padlóra tapadt. Rozsdás vasalású csapóajtó volt alattam. Tehát egy bizonyos Tóni bácsihoz kéreckedett be a 30-as években, ugye könyvünk főszereplője, kutatótársunk, aki ugye levette a pincébe, és azt ígérte neki, hogy ott egyenesen megy tovább, akkor találni fog egy folyosó folytatást, ugye, amit ő gyerekkorában le lett falazva, és könyvünk főhőse ugye elkezdi a munkálatokat, de sajnálattal veszi tudomásul néhány, egy körülbelül fél órás munka után, hogy nem tud tovább haladni a pincében, és akkor veszi észre ezt a bizonyos Úri utcai lakásban lévő csapóajtót, amiben lejut ugye a középkori alagútba. Most nyilvánvalóan ugye én nem tudom, hogy melyik Úri utcai lakásról van szó, amiben ugye ő végpontot nem ír, végpontot nem mond, tehát hogy az Úri utcából melyik utcába megy le, de kérlek benneteket, hogyha ti itt Pesten, illetve Budán laktok, és hogyha van tudomásotok ugye a lejáratról, vagy a
ti pincétekben is van valami hasonló alagút, akkor esetleg be lehet kommentálni. Ha nem is pontos, ugye érthető okokból nem adtok meg pontos házszámot, pontos címet, nyilván az ember a saját lakásának a címét nem adja meg egy ilyen szituációba, de esetleg lehet fényképet csatolni, vagy sztorit, ugye a komment szekciónál mindig nyitva van, úgyhogy tudtok sztorit, vagy élményt, esetleg gyermekkori élményt ugye beírni. És akkor most azt fogom csinálni, hogy ugye nagyjából én a sztorit felolvastam nektek, még lehet, hogy megkeresem, itt van a Szentháromság térnél, ugye a hivatalos, ugye a budai labirintusoknak, ugye az, úgy gondolom ez a hivatalos megnevezése, a lejárata, azt én még felveszem nektek, le nem megyünk, ugye mert az én csatornám nem kommersz csatorna, nem hagyományos csatorna, akit ugye érdekel, az egész egyszerűen kifizeti a belépőt, videózni ott úgysem lehet, ugye ilyen helyeken, és akkor meg tudjátok nézni, én több alkalom már voltam lent, de én még itt lemegyek és körbejárom, ugye ezt a budai részt, a falakat, hát ha találok olyan alagút bejáratot, amit ugye a videó legelején láthattatok tőlem. Hamarosan jelentkezem. Sziasztok! Itt vagyunk a labirintus egyik kijáratánál, és itt látok egy térképet is, amit ugye megvilágítás nélkül én meg tudok nektek mutatni. Tehát ugye ott is nagyon szép, pont látom a kamerát, teljesen lehet látni. Tehát a bejárat ugye az a Lovas utca 4-4-nél van, és van egy másik bejárat a Uri utca 9-nél, tehát pontosan ugye ezeket a történeteket én eredeti források alapján rekonstruálom nektek, tehát ugye itt megint egybeír a legenda és a valóság, itt van ugye ez a modernkori térkép, a labirintus egyik kijáratánál ott láthatjátok, ugye, sőt ott még van egy fénykép is magáról ugye a labirintusról. Itt lehet két bejárat, szerintem ezt nem használják kijáratként, mert eléggé rossz állapotban van, de a térkép miatt szerettem volna ezt nektek felvenni, és a könyvemben, ugye a könyv szerzője, a könyv kutatója, főszereplője pontosan ugye az Uri utcáról ment be, 100 évvel ezelőtt, a 1930-as években, még fiatal korában, és ott kezdte el a bolyongást, és itt láthattok egy rajzot, nyilvánvalóan ez egy sematikus rajz, biztos vagyok benne, hogy a budai labirintus rendszerettől jóval kiterjedtebb, sőt, abban is biztos vagyok, ugye most már 30 év kutatói tapasztalattal a hátam mögött, hogy nincsenek is az összes járat felmérve, nincsenek ugye ezek minden tekintetbe lajstromozva. Folytatom a kutatóutamat, hamarosan jelentkezem.